Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az LCG tesztek. A mai videóban a ThinkVape-nek a Panzer boxával fogunk megismerkedni, ami egyébként egy kínai gyártmány, de Evolve elektronikával rendelkezik. Az Evolve-nak a 200 wattos chipje van benne, elektronikája. Ezt nézzük meg közelebbről, illetve kipróbáljuk egy pár kazánnal, hogy mégis hogy teljesít a többiekhez képest. Nézzük meg közelebbről, tehát akkor a készüléket. Amit láthatunk rajta, hogy ahogy a dobozból kivesszük, azt látjuk, hogy van egy kis manuál, egy USB töltőkábel, és maga a készülék. Egyébként a készülék egy 1500 mAh akkumulátorral rendelkezik, ez egy 3 cellás lipó aksi, és ezt a külső USB csatlakozóján keresztül tudjuk tölteni balanszeres töltéssel, ezt az elektronika elrendezi helyettünk. Amit látunk kívülről, hogy ez egy alumínium ház, és majd megnézzük belülről is, hogy hol foglal helyet az elektronika és az akkumulátor. Amit lehet róla tudni, az eddig jól megszokott és már unásig ismertetett DNA 200 elektronikával rendelkezik, ami tud tempkontrollt is. 1-től 200 wattig állíthatjuk a feszültségét. A kimeneti feszültsége az 9 voltig terjed, és 200-tól 600 Fahrenheitig lehet állítani a hőmérséklet szabályzást, illetve 100-tól 230 fokig lehet állítani a hőmérsékletet, de természetesen ezeket a paramétereket egyszerűbb beállítani az eScribe-on. No, de nézzük meg a készüléket, szedjük szét, hogy mi van benne. Annyit láthatunk, hogyha a burkolatot takaró összesen két oldalon két-két csavart kicsavarjuk, és az ötödiket is, hogy fölülről ki tudjuk húzni az 5-10 csatlakozó részét, egy picit lenyomjuk a panelt, és ki tudjuk húzni gyakorlatilag az egészet, és akkor látjuk, hogy ez bizony nem egy egész doboz, hanem csak 3 darab keret, két oldalt egy felül, illetve a negyedik az alul, és akkor tárul elénk gyakorlatilag maga az akkumulátor és az elektronika. Itt látjuk is, hogy ott a csatlakozónak a sarúja, ezt széthúzzuk, és utána a töltőáramkör csatlakozóját is megbontjuk. Gyakorlatilag itt van szétszedve itt az akkumulátor, illetve itt van maga a DNA 200 panel és a rugós középérintkezővel az 5-10 csatlakozó, ami itt látjuk, hogy mozog is. A késes érintkező, és akkor szereljük össze. Kicsit összenyomjuk, visszatoljuk a helyére, ügyelve arra, hogy az USB csatlakozó és a gombok azok ne akadjanak be semmibe. Figyelve arra, hogy nem nyomorgatjuk nagyon meg a kábeleket,
gombokat eligazgatjuk, hogy jó helyen legyen, és megnézzük, hogy jó helyen legyen a panel is. Az egyik oldalon egy kicsivel hosszabb, arra kell csak ügyelni és összecsavarozni. Utoljára még meghúzzuk a csavarokat, ki ne lazuljanak, és megnézzük, működik-e. Itt is vagyunk, megnéztük közelről a boxunkat, és akkor most egy pár kazánnal kipróbáljuk ezt a húzalt, azt a húzalt, ilyen ellenállással, olyan ellenállással, SS-sel, tempkontrollal, vagy sima kantállal. Nézzük először kantállal, még hozzá nem is túl durva, 1,6 ohm és 12 watton. Kicsit fütyül. Semmi extra, de hát ezen a teljesítményen nem is kéne, hogy ez fájjon neki. Rátekerek én egy másik, szintén kantálból készült, de jóval alacsonyabb ellenállást, és mivel ez dupla tekerés, és így is csak 45 század ohm, egy picit följebb is veszem az ellenállását, mert hogy 20 watton ennyit tud. Ez kevés. Legyen 45 watt. Még itt se az igazi. Ötven. Már jobb. Hatvanhat. Na, itt már egész kellemes, és térdelésnek nyoma sincs, de hát ennyi cellával. Nem is csoda, viszont én csepegtetek rá egy picit. Följebb veszem még egy picit. 80 watt. Megérkeztek az ízek. Ezt is meghajtja, és úgy, hogy igazából nem is fáj neki. Na, nézzük meg akkor a tempkontrollal, mit tud művelni. Megnézzük, mert ugye sima Ni 200 és 30 watton 0,13 század ohm, 210 fok. És ahogy láthatjátok is, szépen leszabályozza. Úgyhogy
mindegyiket nagyon szépen kezelte. Én most visszarakom ezt a teljesen barátságos 12 wattos kazánt, és akkor egy kicsit még beszélgetünk róla. Megint fütyül. Nem kell tükköz. Amint rátekerjük a készüléket, és normálisan beállítottuk, mondjuk a szoftverrel, szerintem az a legegyszerűbb és a legtisztább módja, onnantól kezdve szinte semmi problémánk nincs vele, illetve semmi kapcsolgatás, állítgatásra nincs szükség. Amit meg kell tennünk, az ugye a dupla klikkes teljesítmény állítás, ugye ahogy a profilok között gyorsan tudunk lépkedni, és a megfelelő előre beállított profilt ki tudjuk választani. Ez tök jó, hát ezt tudja a DNA 200, ezért szeretjük. Maga a készülék, az hát igényel egy kis megszokást, mert nem kicsi. Tehát így fér el az ember markában, és hogyha ezt üzembiztosan fogja, akkor ezek az élek egy pici diszkomfort érzetet adnak. Ettől függetlenül ugye ott van a már megszokott, ilyen készülékeknél már megszokott gázelvezető, az USB csatlakozó, a kapcsolók a helyükön, a rugós középérintkező, tehát nagy panasz nem lehet a készülékre, maximum a mérete, ugye, hogy kézbe fogva ez nem az a kis zsebben eltűnős történet. Ami feltűnt egy idő után, inkább letekerem róla a kazánt, hogy ezt ne rázogassam, hogyha az akkumulátort betesszük, és ugye ahogy szétszedtük, láttuk, hogy itt áll benne az akkumulátor, és így tud benne mozogni, mert hát oldalirányba így nincs neki mozgástere. Ha így megrázzuk, akkor egy picit hallani, hogy mozog benne az aksi, azt érdemes valamivel, ha ez valakit zavar, kitámasztani, kitömni, és akkor nem lesz ezzel gondja, vagy két oldalú ragasztóval megfogni, és akkor tényleg ott fog állni. A csatlakozója az nem a legújabb belülről, ugye az aksi csatlakozó az egy régebbi típus, de ettől függetlenül ugyanúgy teszi a dolgát. És milyen meglepő, hogy kívülről úgy néz ki, mintha egy darab dobozon lenne egy X alakú keret. Ugye láttuk a szétszedésnél, hogy tulajdonképpen ez belülről csak lemezekből van összerakva, és mégis egy masszív benyomást kell, tehát nem recseg, nem ropog, nem zörög, nincs vele semmi gond. Hát talán annyi, hogy a csatlakozónak a belső része a rugós középérintkező miatt, hogyha ott csorog a likvid a kazánunkból, akkor érdemes azért szétszedni és megnézni belül, hogy nem jutott-e esetleg az áramkörre, vagy az akkumulátorunkra a folyadékból, de egyébként olyan egetverő probléma nincsen vele. Az üzemidő az mindenkinél ugye a teljesítmény és az elgőzölögtetett likvid mennyiségétől függ. Én ezt a készüléket, hogyha kijárósban használom, és mondjuk a munkahelyemre is elhurcibálom, akkor egy, hát olyan, ebbe a tankba fér 7-8 milli, ezt megtöltöm még kétszer, az azt jelenti, hogy olyan 20-21 milli az, amit el tudok kényelmesen gőzölni vele. Tehát, hogyha én egész nap ezt szívom, akkor sem érek el ahhoz a ponthoz, hogy nap végén rá kéne dugnom a töltőre, tehát tökéletesen elég, hogyha este lefekvés előtt az ember ezt rárakja tölteni, és akkor nem lehet belefutni abba, hogy esetleg nem tud gőzölögtetni. Azt figyeltem meg, hogyha
hogyha leesik a cellafeszültség a szoftverben megállapított határérték, vagy beállított határérték alá, akkor úgy csinál, mintha nem lenne rajta kazán. Tehát folyamatosan azt írja, hogy ellenőrizd a kazánt. A kazánnak semmi baja, ha rádugja az ember töltőre, és úgy próbál meg izzítani pasztrú üzemmódban, akkor tökéletesen működik, tehát semmi aggodalomra ilyenkor a kazánnál, hogy fú, tönkrement, vagy rövidzár, vagy szakadás, vagy mi a túró van vele. Nem, egyszerűen csak lemerült, és ilyen hülyén jelzi ki, hát ez van. Tehát ez a 12 watt, 1,6 ohmos kazánnal, amint mondtam, 20 milli folyadék, durván egy nap kényelmesen, de úgy, hogy reggel 6-tól este 10-ig használja az ember ezt a kazánt. Tehát nem kell azért izgulni, hogy valahol cserben fog minket hagyni, de ha izgulunk, és nálunk van egy USB töltőkábel, akkor bárhol tudjuk tölteni, ha kicsit lassabban is mondjuk laptopról, de bárhol tudjuk tölteni. Na nézzük akkor sorra, hogy miket lehet felsorolni pro és kontra a készülékkel kapcsolatban. Pro, az eredeti DNA 200 elektronika, a masszív összeszerelés, a rugós középérintkező szimpatikus, és gyakorlatilag ennyi. Negatívum. Számomra egy picit negatívum, hogy lötyög az aksi. Tehát ezt igazán megoldhatták volna ők már a gyárban, hogy valamivel kitámasszák, fixálják, bármit csináljanak vele, csak ne zörögjön, mert olyan érzése van az embernek, mintha oda-vissza verné az elektronikát. Ami negatívum lehet még kisebb kezű embereknek, hogy nagy, de hát egy 3S-es lipócellának kell ekkora hely, illetve egy kis megszokást igényelnek ezek a lekerekített, de mégis kicsit fura élek hosszú távon, ha az ember nem szokott hozzá egy ilyen nagy modnak a fogásához, akkor kényelmetlen lehet. Előző videóban láttátok, hogy Gergőnek is fura volt, mert nem esett kézre. Nekem semmi bajom nincs ezzel, tehát ez ilyen szubjektív dolog, hogy kinek mi az, ami tetszik, vagy mi az, ami kézre áll. Mi lehet még negatívum? Hát talán az ára, mert hogy ez a DNA 200 jelen pillanatban a GearBest-en $135 szállítással mindennel együtt, aztán vagy fönnakad a vámon, vagy nem akad fönn a vámon, de jó tudni, $135. De kapunk bele egy eredeti DNA 200 elektronikát. Úgyhogy mindent egybevetve nekem tetszik ez a készülék, elég sokat használom azóta, amióta nálam van, és pont azért, mert sokáig bírja az elektronikának a funkcióját, beállítgattam, tetszik, kényelmesen tudom használni mindenféle kazánnal is, gyorsan tudok akár SS, vagy máshogy mondom, akár temp és sima varivat üzemmód között váltogatni ugye a dupla klikkes lezárt plusz-minusz gomboknál ott a profilok között, úgyhogy én szeretem ezt a készüléket, illetve úgy mondom, szeretem a DNA 200 tulajdonságait, és ezért ez a készülék is beváltja nekem a hozzáfűzött elvárásaimat, reményeimet. Annyi még esztétikumként nem tudom, hogy kit zavar, kit nem zavar, azok a pici csavarok, amikkel össze van szerelve a készülék, ahogy a közeli videóban is mutattam, azok egy idő után ezek a fekete csavarok egyszerűen megkopnak, és fényesen fognak a fekete fém lapon világítani, hogy úgy mondjam. Úgyhogy akit ez zavar, az annak nem fog tetszeni. Funkcióját, használatát tekintve semmiben nem befolyásolja. Kényelmes, szerethető készülék számomra.
De hát ez mind egyéni vélemény. A vélemény meg olyan, mint a segjuk, ezt már mindig is elmondtam többször, hogy mindenkinek más a véleménye, lehet, hogy neked, aki nézi most ezt a videót, pont nem tetszik, nekem bejön a mérete is, meg úgy egyébként a készülék, úgyhogy ezzel megyek a találkozóra is. Ezzel is. Ennyit tudtam volna röviden elmondani erről a DNA 200 elektronikával szerelt készülékről. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl a csatornára, nézzétek meg az előző videókat, mondjuk a GT2R-t. Ha ki szeretnétek próbálni, és nem berendelni csak úgy, láthatatlanba, akkor pedig március 19, Aréna Cseh söröző, és ott meg lehet tapizni ezt a készüléket is. Nem engem, csak a készüléket. Remélem tudtam segíteni a videóval. Sziasztok!